Szeptemberben a Vasvári házban nyitotta meg kapuit az Egyetem Történeti Múzeum. A múzeum azonban már hosszú évek óta létezett, az általános orvostudományi kar épületében. Tudtuk meg Benke Józseftől, a múzeum igazgatójától. Lényegében a rendszerváltozás óta foglalkozom egyetemtörténettel, hát elsőként természetesen az orvostudomány kar történetével, hiszen ugye 1951-től 99. december 31-ig orvostudományi egyetemről beszélünk, a mai orvostudományi kar esetében, és ott merült föl az egyetem történetének a megírása, ami ugye ma már gyakorlatilag kar történet. Na most, miután akkor már a 90-es évek közepétől előrelátható volt az egyesülés a Janus Pannonius Tudományegyetemmel, ezért az a könyvem, ami egyetem történet címén megjelent, az már bizonyos mértékben a többi kar történetével is foglalkozik, nem csak az orvoskarral. Honnan jött az ötlet, hogy létrehozzanak egy egyetem történeti múzeumot? A korabeli miniszterelnök és az akadémia korabeli elnöke nyitották meg 1992. szeptember 17-én az akkori Orvos Egyetem egyetemtörténeti múzeumát, ami azóta ugye ma már kartörténeti múzeum, és Tóth József, aki a 90-es évek második felében 97 és 99 között a Janusnak a rektora volt, vetette föl az egyesülési tárgyalások során, hogy annak a módjára meg kellene csinálni a nagy egyetemtörténeti múzeumot. Ezt inspirálta, vagy segítette az, hogy a város vezetése akkor az egyesülendő egyetemek rektorainak felajánlotta egyetemtörténeti múzeum céljára ezt a gyönyörű épületet, a Vasvári házat. A Nagy Lajos Egyetem alapításának a 633. évfordulóján ez év szeptember 1-jére lett készen ez a múzeum, ahol most ülünk. A 600. évfordulón, ami 1967 őszén került lebonyolításra, kezdték el elődeink az anyaggyűjtést. Nos, ez igazából egy szobának az anyagán nem ment túl. Most viszont 18 szobányi anyagunk van az Orvoskar Kartörténeti Múzeuma és a Vasvári Háznak az Egyetemtörténeti Múzeuma termeiben. Tehát ugye mérhetetlenül nagyobb ez az anyag, mint ami volt. De minden esetre tisztelet érdemli, illeti azokat az eleinket, akik 33 évvel ezelőtt, 1967-ben a 600. évfordulón ezt az anyaggyűjtést elkezdték. Úgy gondolom, hogy jelenleg mintegy 2000 kiállítási tárgyunk van, amely zömében a különböző professzoraink családjától, részben pedig a mai egyetemi szereplőktől, tehát még élő professzorainktól, rektorainktól, dékánainktól, illetőleg hát a családjaiktól jött össze. Az új múzeumunkban több mint 2000 relikviát találhatunk. Ezek közül tud-e olyat mondani, ami különösen közel áll a szívéhez? Ami hát mindenkit meglep, aki az orvoskaron belép a múzeumba, az a csodálatos szoborpár, ugye, ami Erzsébet királyné és Ferenc Józsefnek a szobra, amit a századforduló talán egyik legnagyobb szobrásza Zala György készített, aki a millenniumi emlékművet is tervezte. A másik négy szobor a századforduló század elő egyik legjelentősebb magyar szobrászának, Kisfaludy Strobl-nak az alkotása. És ugyanígy természetesen a rektor festmények, amelyek a falon vannak, ugyanúgy hát jelentős művészeknek az alkotásai. Érdemes ezeket a helyszínen is megszemlélni.